Mindig azt gondoltam egyébként, hogy az én identitásomat nem határozza meg azt, hogy én 11. kerületi vagyok. Az én szüleim úgy jöttek ide, hogy kívülállóként élték le itt az életüket. És amikor most készült ez a Budapest nagyregény, és ezt a kerületet kaptam, akkor kellett úgy először igazán elgondolkodnom ezen, hogy mi a viszonyom ehhez a térséghez, ehhez a kerülethez. Az volt az ötletem, és aztán ez is lett az írásomnak a címe, hogy Egymás néző háza. Mivel 8 éves korom óta, hogy kinézek az ablakon, akkor én a szemben lévő bérházat látom. És ugye egy gyerek fantáziája, vagy aztán egy felnőtté is az azért mozog, tehát ugye mindig elképzeli az ember, hogy kik azok, akik kitekintenek az ablakon, kiállnak az erkélyre.